Nem sikerült bejutnia az elődöntőbe a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klubnak. A közelmúltban befejeződött bajnoki idényben az 5. helyen végzett. Ezek után alapos frissítés várható a keretben. Először még a negyeddöntő elbukása után Vlád Kábá vezető edző távozott. Azóta 6 meghatározó játékosról is kiderült, hogy nem Székelyudvarhelyen folytatja. Távozik a saját nevelésű Szász András és a román válogatott Kiké Onyejekvé. Mindketten a bukaresti Csészé Méhez igazolnak, de a csapat gólkirálya Vitali Komogorov is máshol folytatja. A klub egyelőre nem jelentett be új igazolásokat, de az már látható, hogy gyakorlatilag teljesen új kerettel vágnak majd neki az ősszel kezdődő új bajnoki idénynek. Marosvásárhely sporttársadalmának seregszemléjeként zajlott a Marosvásárhelyi Napok keretében megszervezett sportgála, hiszen minden Marosvásárhelyen bejegyzett sportklub és egyesület meghívót kapott, és szimbolikus díjat vehetett át a városvezetés képviselőjétől. A klubok mellett a sportról tudósító sajtósok is átvehettek hasonló elismerést, így az Erdélyi Magyar Televíziót is díjazták. A díjak mellett néhány ígéret is elhangzott a polgármesteri hivatal és a városi tanács részéről, miután az elmúlt évben a politikai belharcok miatt akadozott a sporttámogatások kiutalása. A polgármester személyes tanácsadója, Claudiu Major ugyanis úgy fogalmazott, reméli, hogy a jövőben gyakrabban járnak majd a klubok segítségért a hivatalba, illetve azt is hozzátette, tervezik, hogy jövőre ne csak szimbolikus díjakat adjanak a kluboknak, hanem egy-egy vastag borítékot is. Több mint 300 kis dzsúdós vett részt a Molekula Kupán Csíkszeredában. A gyerekek számára szervezett versenyen jelen volt az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós is. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán tartottak sajtótájékoztatót a hétvégén, immár 3. alkalommal megrendezett Molekula Kupával díjazott cságáncs verseny kapcsán. Egyre több csapat kapcsolódik be, egyre távolabbról jönnek vendégek. Hát szeretnénk, hogyha ez kitérhetne egészen nemzetközi szintre. Tehát minimum Magyarország szintre egyelőre. Ilyen szempontból egy picit hátrányban vagyunk, hogy még vannak egész kicsi gyerekek, 5-6 éves gyerekek, őket pedig a szülők Magyarországból persze, hogy nem engedik el, ez hosszú út nekik. Az Erős Zsolt arénában lezajlott megmérettetésen Ungvári Miklós adta át a díjakat a gyerekeknek. A londoni olimpia ezüstérmese szerint tehetséges és jól képzett cselgáncsozók vannak Székelyföldön, akik többet érdemelnek, ezért felvetette egy cselgáncs akadémia létrehozását. Nagyon szép kezdeményezések vannak már, amik sikeresen működnek mind a gimnázium, mind a akadémia kapcsán. Így ugye így az elmúlt napokban, meg a mai napon is úgy szemre tudtam vételezni, meg így hallottam egy-két dolgot. Én abszolút azt gondolom, hogy ha ez ilyen sikeresen és jól működik, akkor miért ne lehetne, vagy nem tudom, hogy van lehetőség, hogy akár egy judo akadémiát létrehozni, vagy csinálni. Én azt mondom, hogy az alapanyag az fantasztikus. Hozzátette, ő személy szerint közel egy évtizede ápol jó kapcsolatot a csíkszeredai cselgáncs képviselőivel, ezért szívesen lenne a dzsúdó nagykövete Székelyföldön.